Sziasztok! Ebben a részben bemutatjuk nektek a Mikrotik Netmetal 5S HP teljesítménytesztjét. Akkor lássuk a doboz tartalmát. A dobozban megtalálható a Mikrotik Netmetal, aminek a tetején két darab RPSM-el csatlakozó található. Az alján található egy darab gigabites RJ45-ös PoE-s port, egy darab gigabites SFP port, valamint egy darab USB port. A csomagban továbbá megtalálható egy 24 voltos, 1,2 amperes tápegység, a jól ismert mikrotikes spólfeladó, egy dinsines szerelőkészlet, két darab gyorskötöző, illetve egy darab bilincs. A méréseinket egy majdnem 12 kilométeres erőszavartatású helyszínen fogjuk végrehajtani, amit a Datatrans Kft. Biztosított számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a szakaszra és a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a teszt ismertető videót. Akkor nézzük a Netmetal 5S HP-nak a teljesítménytesztjét 80 MHz-en labor körülmények között. Belső speedtest segítségével 558 per 554 megabit per szekundumot sikerült elérnünk. Zexfo mérőműszerrel 68-as csomagméretnél 37,5 per 37,5 megabit per szekundumot, 512-es csomagméretnél 193 per 187 megabit per szekundumot, és 1500-as csomagméretnél pedig 293 per 287 megabit per szekundumot. A Mikrotik speedtest segítségével 0,4 millisekundumos pingidőt mértünk, a TCP downloadunk 405, míg az uploadunk 400 megabit per szekundum volt, az UDP downloadunk 554, míg az uploadunk 544 megabit per szekundum volt. Most nézzük meg, hogyan teljesít az eszköz zavart környezetben. A Mikrotik Netmetallal mínusz 38-as vételi jelszintet sikerült elérnünk. Akkor lássuk a mérési eredményeket 40 MHz-en. Belső speedtest segítségével 150 per 170 megabit per szekundumot sikerült elérnünk, az Exfo műszer segítségével 68-as csomag méret esetén 6,25 per 12,5 megabit per szekundumot, 512-es csomag méret esetén 50 per 50 megabit per szekundumot, míg 1500-es csomag méret esetén 50 per 62,5 megabit per szekundumot sikerült elérnünk. A külső mikrotikkes speedtest esetén 0,7 millisekundumos pingidőt mértünk, a TCP downloadunk 93,6 megabit per szekundum volt, míg az uploadunk 90 megabit per szekundum. Az UDP downloadunk 156 megabit per szekundum, míg az uploadunk 160 megabit per szekundum lett. Akkor lássuk a mérési eredményeket 80 MHz-en. A beépített speedtest segítségével 270 per 250 megabit per szekundumot sikerült elérnünk, az Exfo műszer segítségével 68-as csomagmérettel 2,5 per 8,75 megabit per szekundumot, 512-es csomagmérettel 58 per 71 megabit per szekundumot, 1500-as csomagmérettel pedig 100 per 62 megabit per szekundumot. A Mikrotik speedtest segítségével a külső 4011-esekkel 0,8 millisekundumos pingidőt sikerült mérnünk, a TCP downloadunk 148 megabit per szekundum, míg az uploadunk 145 megabit per szekundum volt, az UDP downloadunk 270, míg az uploadunk 229 megabit per szekundum volt. Ez volt a Mikrotik Netmetalnak a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a kis csengőt, hogy értesítést kapjatok az új videókról. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!